feltorlódtak az autók a debreceni úti felüljáró utáni szakaszon. A rendőrség ugyanis kedden reggel 9 és 10 óra között itt tartotta az Alcohol and Drug Tispol akcióját. Az ellenőrzés keretében az ittas és bódult állapotú járművezetőket szűrik finn módszerrel. Nem kérünk semmilyen más papírt egyszerűsítve, hanem csak egy szondát fújatunk az illetővel, minél gyorsabban haladjon a sor. Megnézzük, hogy ittas-e vagy nem, amennyiben ittas, úgy eljárás indítunk vele szemben. Ez a sofőr a kormány mögül fújta meg a szondát, majd a rendőrök kiszállították, és az autón kívül is ellenőrizték. A hatóság szakemberei azt mondják, nem kell ilyenkor megijedni. A mérőműszerek ugyanis nagyon érzékenyek, és előfordul, hogy csak az ablakmosó folyadék miatt jeleznek. Van azonban olyan is, hogy valóban a sofőr ittasságát mutatja a szonda. Van olyan eset, amikor a kifújt értéktől függően egy szabálysértési eljárás, egy közigazgatási eljárás folytatunk le. Ilyenkor a vezetőengedély nem kerül elvételre, hogyha viszont a fújt érték az egy bűncselekmény értéket jelez, akkor büntető eljárást indítunk, akkor a vezetőengedély nyilván az nálunk marad, elvételre kerül. Amennyiben valaki nem tudja, nem hajlandó kifújni az alkoholszondát, úgy őt vérvételre elő kell, hogy állítsuk. Amíg a stábunk a helyszínen volt, egyetlen sofőrnél sem volt szükség szankciókra. A rendőrök azt mondták, eddig nagyon pozitív eredményt mutat az ellenőrzés. Az Alcohol and Drug Tispol akció december 14-ig tart a megye útjain.